bármelyik játékot leveszem én a polcról, a legkisebb csecsemőjátékot is, akkor megtaláljuk rajta a céljelölést, ami fontos, mert ennek a jelölésnek nem hozható forgalomba Európába. Fejfer Zoltán, a Neobaby baba felszerelési szakáruház szekszárdi üzletvezetője éppen azt mutatja, mi az, amire mindenki oda kell figyelniük a vásárlóknak egy gyerekjáték megvásárlása során. Ha ugyanis hiányzik a CE jelölés, az eleve felveti, hogy a termék nem felel meg a biztonsági előírásoknak. Ezt és a 3 évesnél fiatalabb gyermekek számára nem ajánlott tiltást, vagy az azt jelző szimbólumot is figyelni kell a termékeken, mint ahogy a játék elnevezését, gyártóját is. De egyéb szempontokat is érdemes figyelembe venniük a vevőknek. Nagyon fontos az, hogy hol vásárolok. Tehát ha egy olyan megbízható helyen vásárolom a terméket, ahova későbbiekben bármilyen probléma fordulhatok, az mindenképp előny. Illetve, hogyha szaküzletben jönnek és szakirányú helyen vásárolják, ott tanácsot is tudnak kapni annak megfelelően, hogy melyik korosztálynak milyen játék való. A Tolna megyei fogyasztóvédők által vizsgált játékok közel 70%-a megbukott a legutóbbi ellenőrzésen. Egy összerakható játszószőnyegnél például azt állapította meg a laboratóriumi vizsgálat, hogy kisebb erő hatására is leváltak róla darabok, ami fulladást okozhat. A zenés gyerekjátékok pedig túl hangosak voltak, mondja Orosz Valéria, a fogyasztóvédelmi főosztály vezetője. Ebből a 4-ből 2 akusztikus játék volt, ami azt jelenti, hogy ott annál az előírtnál hangosabb volt a játéknak a működése, ami azért nagyon nagy baj, mert ha tartósan használja a gyerek, és hát ugye ezeket tartósan használják a gyerekek, akkor ez esetleg halláskárosodást okozhat. 2016 és 2019 között a fogyasztóvédelem 403-féle gyermekjátékot vizsgált meg, ezek 39%-a nem felelt meg az előírásoknak.